Egy órás szünettel tiltakoztak ma országszerte a vendéglátók, amiatt, hogy a hatóságok továbbra sem engedélyezik az éttermek beltéri részének megnyitását. Ludovik Orbán kormányfő a járványügyi helyzet javulására vár. Egy órára délután 5 és 6 között bezártak a teraszok, sztrájkkal tüntettek a szállodai, étterem és vendéglátó ágazat képviselői, amiért a hatóságok nem enyhítik, hanem szigorítják a korlátozásokat a vendéglátóiparban. Így kívánják felhívni a figyelmet az ágazatban dolgozó 400 ezer alkalmazott egyre kétségbeejtőbb helyzetére. A tiltakozók egy nyílt levélben fordultak a kormányfőhöz, amelyben azt ecsetelik, hogy a teraszok megnyitása nem járult hozzá a fertőzés számnövekedéséhez, és a szabályok betartásával az éttermek is megnyithatnának. Az akcióhoz a marosvásárhelyi Beat vendéglő is csatlakozott. Azért tartottuk ezt fontosnak, mivel a munkánkról van szó, a személyzet megtartásáról van szó. Nagyon nehéz időszak, és nagyon szeretnénk, hogyha ez most már minél hamarabb változna. Ludovik Orbán miniszterelnök továbbra is türelemre inti az ágazat képviselőit. Imedelce van már a situáció epidemiológica. Majbuna? Mihelyt javul a járványügyi helyzet, azonnal meghozzuk a döntést a vendéglők beltéri részének újranyitásáról is. Nem rossz akaratról van szó, de a jelenlegi helyzetben választani kell az emberek egészsége és bizonyos vállalkozások által meghozandó áldozatok között. A romániai vendéglátósok korábban arra figyelmeztettek, hogy az ágazat havi 400 millió eurós veszteséget szenved a korlátozások miatt. Szerintük a teljes leállás és csőd fenyeget, ha az Orbán kabinet nem veszi figyelembe a segélykiáltásukat.